Ugye az előadásnak a témája az alapvetően címe a előzetesen kiadott ö, tematika szerint az, hogy szem. Ö, ez ugyanolyan dolog, mint, a, mint az, hogy, hogy, hogy ö, láb, meg, meg lábfej, meg alsó végtag. Tehát a szem az csak a látószervnek egy egy része. Tehát a látószerv, mint olyan, az, az, az több, mint a szem. Tehát itt az organon vízusról, a látószervről beszélünk, ami az alábbi alkotó elemekből áll. Tehát egyrészt van nekünk egy szemgolyónk, a bulbus ókuli, aztán van egy hozzácsatolt idegpálya rendszer, látóidegből, a nervus és az azután következő látópályából, állatraktus optikusból, ami aztán utána hát, bejut az agyba. Most ezt ennél részletesebben nem mondom, mert ugye a tematika változás miatt itt egy kicsit még ez a levegőben lógna és vannak járulékos szervek a látószervhez. Csatolva ezek a szemnek a védelmét szolgálják elsősorban, illetve a szemnek a mozgásait, a tekintést fogják szolgálni a hármas pontnál a szemizmok. Tehát szemhéjak, kötőhártya, könykészülék és a szemizmok mai előadásnak a témája elsősorban a bulbusz ókulinak, tehát a szemgolyónak a fal szerkezete lesz, és egy nagyon picit fogunk tudni csak belemenni a, a belsejébe. A befejezés az majd a következő alkalommal, ami ha jól emlékszem pénteken lesz, szóval akkor fogjuk befejezni a szemgolyónak a teljes szerkezetét. Az első és legfontosabb dolog a szemmel kapcsolatban az, Tudom, hogy hülyén hangzik, nem azért mondom, mert bárkinek is ugye, kétségben vonnám, hogy ezt úgy evidens módon tudja. Tehát a szem az egy gömb alakú szerv. Ez azért nagyon fontos ezt szem előtt tartanunk, mert majd a szemmozgásoknál fogjuk látni, hogy, hogy, hogy egy gömb az nem egészen úgy mozog, mint egy pálcika alakú csont. Jó, tehát, tehát a gömb alak. És a gömb alakot azt a, a térnek mind a három irányában fektetett síkkal lehet felezni. Tehát, hogyha háromszor felezzük, akkor ugye milyen három irányból lehet akkor megcsinálni ezt a felezést? Tehát először is lehet egy frontális síkban felezni. Frontális síkban egy előső és egy hátulsó félre osztjuk a szemgolyót. Ez a, a szemgolyónak a közepén keresztül fektetett frontális sík, ezt úgy hívják, hogy a szemnek az ekvátora, tehát a szemnek az úgymond egyenlítője. Jó? Tehát van egy előső és egy hátulsó szemfél. A következő az a szagitális irány, ez a ö, függőleges meridiánya a szemnek, tehát a középen végig vona, von végig bocsájtott szagitális síkkal, tehát egy mediális, ami az orr felé tekint, és egy laterális, ami pedig hát laterál felé, tehát oldal felé az osztemporále, tehát a um, laterál felé tekintő részt, a temporális térfélnek, a mediálisat pedig hívhatjuk nazálisnak, és ez majd a látótereknél és a, a, azzal kapcsolatos látópálya részeknél lesz majd az elfogadott nomenklatúra, tehát itt egy mediális, vagy nazális, és egy laterális, vagy temporális télférre oszthatjuk a szemet, és akkor van még egy vízszintes meridián is, ami pedig tehát egy horizontális sík mentén történő felosztás, itt pedig értelemszerűen egy fölső és egy alsó térfélre lehet osztani. És hogyha ezt a háromféle részt ezt egyben vesszük, akkor kapunk összesen 8 darab oktánst, és akkor itt lehet látni az oktánsoknak a felsorolását. Tehát van egy előső, mediális, fölső, előső, mediális, alsó, előső, laterális, fölső, előső, laterális alsó, aztán van hátulsó mediál fölül, hátul mediál alul, hátul laterál fölül, hátul laterál alul, és remélem nem rontottam el a felsorolást, tehát így van a, 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 így vannak összesen az oktánsok. Ezeknek elsődlegesen majd a, a szemmozgásoknál, tehát a szemizmoknak a, a tapadási helyeinél lesz majd külön jelentősége, de előre bocsájtva ezt így el akartam már mondani, és akkor Megyünk tovább, tehát falszerkezet. A szemgolyónak van egy három rétegű fala, és van a belsejében még ö, egyéb struktúrák. Tehát a három rétegű fallal fogjuk kezdeni. Az első az a tunika fibróza. Tehát fibróza az mire fog utalni? Arra fog utalni, hogy ez kollagénrostokat tartalmaz, pedig tömött kollagénrostos kötőszövetet fog tartalmazni. Ennek két fő része van. Elől az óraüveg szerű, átlátszó kornea, a szaruhártya, és hátul a normál szerkezetű, a normált azt most idézőjelbe értem, tehát a szokásos, ugyanolyan szerkezetű, mint egy mint vagy egy, ín vagy egy, vagy egy, vagy egy, ilyen kötőszövetes membrán tehát egy, 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 egy szokványos szerkezetű tömött kollagenrostos kötőszövetből álló szkléra vagy inhártya, ez adja a hátsó nagyobb részt. Ez tehát a tunika fibróza. Korneánál azt kell még megjegyezni, hogy itt az oldalsó részen, itt látunk egy nyálkahártyát. Ez a konjunktíva vagy kötőhártya, ez nem konkrétan része a szemnek, viszont a konjunktívának a hámia, az itt be fogja borítani, tehát Folytonos a kornea előső felszínét boli, borító hámmal. És ez itt egy különleges hely, itt tehát a nyálkahártyának a, a nyálkahártyához tartozó laminaprópria rész az megszűnik, tehát a kötőszövet az előbb elvékonyodik, majd pedig megszűnik és a korneának a tömött kollagérosos kötőszövetére fog a hámszövet csatlakozni, ezt majd a későbbiekben nagyobb nagyítással meg fogjuk nézni, tehát ez egy fontos dolog, hogy a konjunktíva hámia folytatódik a kornea hámiába, vagy fordítva a kornea hám oldal feré folytatódik a konjunktíva hámiába. A skléránál ilyen jellegű hámborítás nincsen, ott majd egy fascia borítás lesz, ezt majd szintén a későbbiekben fogjuk látni, tehát egy ilyen izvápa-szerűen körbeveszi egy, egy kötőszövetes fascia a szemgolyónak ezt a hátsó szklerális részét. A második réteg a tunika vaszkulóza, aminek a klinikai terminológiában UVA a neve ez az alábbi részekből áll. Először is van itt az íris, ami egy ilyen diafragmaszerű membrán, annak a középen a nyílása az a pupilla. Ezt magyarul szivárványhártyának hívjuk. Majd következik a sugártest a korpus ciliáre, aminek majd megint két része lesz, de ezt majd később. És a harmadik rész, ami a legnagyobb részt adja, itt végig körbe jön az érhártya vagy koroidea. A harmadik réteget pedig tunika nervózának hívjuk, vagy másik neve retina. A hétköznapi értelemben konkrétan retinának csak a pársz optikáját hívjuk, ami a hátulsó részen van. Ebben egy nagyon összetett szerkezetű idegszövet van, erről majd külön előadás lesz, tehát a, a retináról csak nagyon nagy vonalakban fogunk említést tenni ezekben a, a, az előadásokban. Tehát van egy párs optikája, az a hétköznapi értelemben vett retina, ahol a fényreceptorok, illetve idegszövet van, és van egy párs cőkája, egy vak része, ami nem tartalmaz idegszövetet és fotoreceptorokat, ez pedig egy dupla rétegű hám, inkább köbb, mint hengerhám, két rétegű tehát, és, és pigment pigmenthám. Előfordulhat olyan is, tehát a korpusz ciliárét borító ö, egyik hámréteg az nem pigmentált, de ettől ez még pigment hám. Aztán az egyéb alkotó részek a falon belül. Először is vannak ö, szemcsarnokok. Az előső szemcsarnok az nagyobb, itt van a kornea a hátulsó felszíne és az írisz valamint a pupilla között, valamint az írisz és a lencse, és az írisz és a korpus ciliare, valamint a lencse függesztő rostok között, ez a kis rés itt, ez a hátulsó szemcsarnok. Ezeket kamerabulbi anterior és posteriornak hívjuk. Ebben egy folyadék van, ami a vérplazma filtrációjával jön létre, a korpusz ciliárénak a nyulványai fogják végezni ezt a filtrációt, ezt csarnok víznek hívjuk, vagy humorakvózusznak latinul. Ez egy nagyon fontos dolog, ennek a normál mennyiségben termelődése, és ugyanilyen mennyiségű felszívódása és a folyamatos keringése tartja fönt a szemnek a belnyomását, tehát a szemnyomást aminek a, az értéke az egy, az egy viszonylag állandó, egyénre jellemző, de állandó dolog. Nem lehet magasabb, mint 22 milliméter ha ez megtörténik, akkor az ö, baj, ugyanis ugye a folyadékokon belül a nyomás az egyenletesen terjed, tehát ha itt elől megemelkedik a nyomás, akkor itt hátul is emelkedni fog a nyomás, és a kilépő látóidegrostokat fogja nyomni, és az ö, ö, hosszú távon, ö, hát vagy egy, olyan esetben, hogy olyan mértékű nyomásfokozódás van, akkor akár egy akut esetben is látáskárosodást fog okozni, és ugye a idegrendszerben nem tudnak az axonok újra, tehát a központi idegrendszeren belül nem tudnak az axonok újra képződni, nem tudnak ö, ö, regenerálni, tehát ez egy permanens váltás, romlás, látásvesztést fog okozni egy ilyen emelkedett szemnyomás. Ez a, az egyik fajtája a, a zöldhályognak, a glaukómának. Jó? menjünk tovább, van még tehát a lencse és az azt rögzítő lencse függesztő rostok. Az egyes függesztő rostoknak a neve fibrézonuláris, illetve ez többes számba van, tehát a rostokat fibrézonulárisnak hívjuk, és az egész rost függesztő, tehát az egész rost rendszert egybe zonula sziliárisnak hívjuk, ez itt a korpus ciliárén fog rögzülni. És akkor van ugye itt még a szemlencse. Aztán a szemnek a hátsó részén itt található egy nagy gélszerű, speciális kötőszövetet tartalmazó struktúra, ez az üvegtest, a korpus vitreum. Nézzük végig, hogy melyik rétegeken keresztül megy a fény, mik a szemnek a fénytörő közegei, funkcionális szempontból ezek nagyon fontosak. Tulajdonképpen nagyon sok fénytörő közeg van, a legfontosabbak azok a kornea, a szemcsarnokok a ö, csarnokvízzel, a lencse és a korpus vitreum is hozzájárul. De tulajdonképpen a könyvfilm is, ami a szemnek az előső felszínen van rajta, az is fénytörő közegnek tekinthető, de annak a fénytörése a többihez képest elhanyagolható. A szemnek a fénytörő erejét az dioptriában fejezzük ki, tehát ez a, 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 a mértékegység a dioptria. Összesen körülbelül 60 dioptria, pontosabban 63, de ezen most nem kell már nagyon ö, belemenni. Tehát 60 dioptria nagyjából a teljes fénytörő képessége a szemnek, ez fogja azt eredményezni, hogy a szembe bejutó fénysugarak, azok itt a retinán, és egészen pontosan itt a, a fóvea, centrali vagy másik neve ennek az áreának az, hogy makula lutea, azaz sárga folt, tehát ez az éleslátás helye, ide kell fókuszálni a fénytörő közegeknek a fénysugarakat, ekkor látunk élesen. Szóval ez a fénytörő közegeknek a lényege, tehát összesen kb. 60 dioptria. Állandó fénytörése van a korneának, és ez a legnagyobb, kb. kétharmadát adja a teljes fénytörő erőnek, a lencse adja a maradék kb. 20 dioptriát, Viszont a lencsének a fénytörő ereje a szabályozható, addig az életkorig, amíg még rugalmassága van a lencsének. Következő előadáson lesz majd szó a lencséről egy kicsit konkrétabban, tehát akkor fogunk erről beszélni, hogy mi az, hogy a lencse rugalmassága, meg a rugalmasságnak az elvesztése. A lényeg az, hogy amíg domborodik, amíg képes domborodni a lencse a rugalmasságának köszönhetően, addig tudja fokozni a törőerejét, ez a közelre nézésnek a fókusz, amikor domborodik a lencse, távolra nézésről távolra fókuszálva laposabb és ilyenkor alacsonyabb a fénytörése. Aztán még nagyon fontos itt kettő darab struktúra itt hátul, tehát a szemnek az optikai tengelyébe kell, hogy essen a makula lutea, a fovea tehát ez az éleslátás helye, és ettől mediára tolódva található az ideg rostoknak a kilépési helye, a diszkusz nervi optici, ez pedig egy vakfolt, tehát ezen a részen a szkléra lyukacsos, és semmi más struktúrát nem tartalmaz, csak a látóideg rostjainak a szklérán való átlépését, tehát itt nincsenek fényreceptorok, nincsenek idegsejtek, amik utána ö, földolgozzák a fényinformációt, illetve a földolgozást megkezdik, tehát itt, ö, itt nem érzékeljük a belső ö, fénysugarakat. Aztán mielőtt még tovább mennénk, itt a háromféle tengerről szeretnék még egy gyors mondatot szólni. Tehát a szemgolyónak az anatómiai tengeje, az nem esik pontosan egybe a szemgolyó optikai tengelyével, és az orbitának a hoztengelyével sem. Ugye az orbita hoztengelyét azt a Canalis opticus számoljuk, az az orbitának ugye a hátsó csúcsa, ugye első félében megtanultuk ezt szépen koponyatamból, és az adutis orbitének a közepével kell ezt összekötni, tehát ez a opti, tehát a orbita tengeje ez egy ferde tengely tulajdonképpen, és a szemgolyónak az anatómiai tengelyével ez egy kb. 23 fokos szöget fog bezárni. Viszont az optikai tengely az még ehhez képest is egy picit laterálra tolódik. Akkor nézzük végig a fal szerkezetnek a rétegeit egymás után. Tunika a fibrózának az első része, tehát a kornea. Itt látható oldalt a szöveti szerkezete, tehát az alábbi összesen öt réteget tartalmazza a kornea. Mikor szövettamból valakinek olyan pehje van, hogy a szemgolyót ö, húzza, választja, akkor általában az szokott lenni, hogy egy-egy részt kijelölünk belőle, így vizsgáztatóként, és akkor arról kell konkrétabban beszélni, tehát azért az egész szemgolyót, azt azt azért eléggé durva lenne végigkérdezni, mert egy kicsit sok. A kornea az, az például, tehát kornea, íris, korpuszciliára retina, ezek szoktak lenni így a fókuszpontok. Alapve, tehát ezek közül valamelyik szokott lenni a, a fókuszpont. Kornea, tehát az öt réteg. Az előső felszínen az epitélium anterius kornei van, tehát ez egy vékony, de több rétegű, el nem szarusodó laphám, alatta az ő bazál membránjával, amit meg úgy hívunk, hogy Bauman membrán, vagy lamina limitans anterior, itt látható. Ez az átlagoshoz képest egy sokkal vastagabb bazál membrán. Nincsenek kötőszöveti papillák, a hámnak a rögzítése tehát az viszonylag gyengébb, egy más Fajta, tehát mechanikai ellenálló képessége az alacsonyabb ennek a, a kornea hámnak, mint máshol elhelyezkedő, mondjuk a szájüregben, vagy a nyelvet borító, nagy mennyiségben papillákat tartalmazó, el nem szarusodó laphámnál, tehát sérülékenyebb sokkal. És nagyon fontos az, hogy ez egy folytonos szövet a konjunktívának a hámjával. Nagyon gazdag beidegzése van. Fontos ezt tudni, hogy ezek trigeminuszágak, nervusz trigeminuszágak. Endri részletesebben most nem beszélünk róla, majd úgyis lesz később a trigeminusznak a pontoságrendszeréről, hogy ugye itt a nervusz oftalmikus, tehát az első ága a trigeminusznak, hogyan ágazik el pontosan, és milyen ö, fajta idegek vannak. Tehát első körben annyi, hogy ez trigeminusz, és C. afferensek, tehát nem mielinizált rostok idegzik be, amelyek szabad idegvégződéseken vagy szabad idegvégződéseket alkotnak, tehát itt nincsenek receptor testeskék, hanem az axonnak a végkészüléke telodendronja saját maga képezi a receptot, és ezeknek a döntő többsége az fájdalomérző receptor. Kornea reflex, tehát hogyha valami hozzáér a korneához, vagy akár a, a konjunktívához, akkor ugye reflexesen a ö, szemnek a zárása, illetve nem a szemnek, hanem a szemhéjaknak a zárása ö, következik be, tehát ez egy reflex. Ezt követi egy nagyon különleges szerkezetű tömött kollagénrostos kötőszövet, ami a szubstancia própria vagy a strómája a korneának. A speciális szerkezetet azt úgy értem, hogy tehát normális kollagén, egy van benne, meg tehát, tehát vannak benne sejtek, meg extracelluláris mátrix, és abban rostok, meg, meg, meg amorf alapállomány. A speciális szerkezetet úgy értem, hogy a kollagén rostoknak az elrendeződése, és a, a kollagén rostok által alkotott struktúrák azok különlegesek. Itt lehet látni egy elektromikroszkópos képen, hogy a korneának és a szklérának, aminek az gyár szerkezete megegyezik a többi fajta tömött kollagén rostos kötőszövettel, hogy a kollagén rostoknak a rostkötegei hogy fognak kinézni. Tehát a korneában nagyjából azonos méretűek a kollagén fibrillumok, amik sokkal kisebbek, mint a, a többi tömött kollagén rostos kötőszövetnek a kollagén rostkötegei. Rétegeket képeznek, így, amelyek hát nagyjából szabályosak, mondhatjuk azt, hogy szabályosan egymásra rétegződött, kollagén fibrilumokból álló ö, laminák vannak, és a közöttük levő távolságok, tehát az egyes kollagén fibrilumok közöttük, között levő távolság is nagyjából állandó, és ebben van az amorf alapállomány, aminek a glukozaminoglikányai, illetve hát természetesen azok nem szabadon, hanem proteoglikánhoz kötötten vannak, Ezeknek is nagyon fontos szerepe van abban, hogy hogy a kornea átlátszó legyen. Nagyon fontos, hogy kornea sérülések után ez a fajta szerkezet nem tud rendesen helyreállni. Tehát ilyenkor hegesedni fog, és egy, egy hegszövet az már nem fogja tudni ezt a fajta speciális szerkezetet biztosítani. Tehát kornea sérülések után nagyon gyakori ezek, ezek az úgynevezett korneális homályok. Tehát elhomályosodik a, 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 a kornea, és akkor a, az átlátszósága megszűnik. Ez adott esetben vakságot is tud ő, okozni. Ennek a megoldására alapvetően a kornea transplantáció alkalmas csak. Fontos továbbá, hogy nem tartalmaz ereket. A szubstancia própria. Az erek is ö, zavarnák, a, a, ugye azokban folyamatosan áramlik a vér, az áramló véren megtörne a fény, tehát az homályossá tenni a képet. Ezért a korneának a táplálása az előső vagy előlelhelyezkedő rétegek és a hámnak a, a táplálása az a könyv felől történik. Tehát a könyben oldott tápanyagok fogják táplálni, és a könyben oldott oxigén, ami ugye a levegő oxigénjéből származik tulajdonképpen, tehát ezt fogja ellátni. A hátulsó rész pedig a csarnokvíz felől kapja a, a tápanyag ellátását diffúzióval. És még egy dolog, mielőtt az utolsó rétegekre rámennék, a speciális fibrocitáit azt keratocitáknak nevezzük. Ezt nem szabad összekeverni a keratinocitával, ami ugye a bőrnek a sejtjeinek a neve. Tehát ez keratocita. Oké, okay, hátul szintén egy bazálmembrán és egy hám található, ami az előső szemcsarnok felé a lezárás tehát ezt úgy hívjuk, hogy endotélium kameré anterioris, és ennek a bazál membránját, tehát ezt nem egészen hiszem, hogy helyesen ejtjük, amikor azt mondjuk, hogy a deszcemet membrán, de így szoktuk hívni. Jó lenne tudni, hogy ez milyen nemzetiségű volt ez az illető, akiről a nevét kapta, latinul lamina limitans posterior. Oké, tehát ez a kornea. Sklera az sokkal egyszerűbb, tehát ez egy sima mezei, úgymond tömött kollagérostos kötőszert. Az áthaladó képletek lesznek jelentősek. Egyrészt artériák, az úgynevezett ciliáris artériák ezekről később. A említett euh, részen ugye a vakfoltnak megfelelő diszkusz nervi területén a nervus traka, a rostja, és itt ugye lyukacsos a, szkléra, tehát ez a lamina kribróza szkléré. Itt fontos dolog az, hogy a látóideget azokat követ, azt követik az agyburkok, tehát a meninx rétegek, dura arachnoidea és pia mater ez a három réteg, ezek kísérik egészen a skléráig, és ott a, sklérával szklérával a dura tulajdonképpen összenő, vagy hát folytonos vele, tehát mind a kettő tömött kollagén rostos kötőszövet, úgyhogy teljesen természetes, hogy ezt megteszik, és a, az arachnoide és a pia mater, azok itt viszont a, 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 a látóidegnek a eredésénél véget érnek, viszont az arachnoide és a piat között található szubarachnoidális tér, amiben a liquor cerebrospinalis van, ez tehát egészen idáig tart, tehát a szemfenék vizsgálatnál információt tudunk nyerni a koponya belüli nyomásról. Tehát a vénáknak a nyomása miatt ödé második a, vakfolt körüli terület a, retinán, kitágulnak az erek, és ez, ez, ez jelzi azt, hogy itt koponyaűri nyomás fokozódás van. Aztán szintén vénák, több véna csoport is van, itt elől is lehet látni egy adag vénát, illetve itt hátrébb a szemnek az ekvátora mögött is lehet látni egy adott ö, 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 helyen, itt meg még egy vénát, tehát ezek többféle véna is átfúrja a szklérát, valamint a külső szemizmoknak a tapadóinai is átfúrják a szklérát. Jöjjön akkor a második réteg, a tunika vaszkulóza aminek tehát klinikailag UVA a neve. Tehát három részből áll. Az első része, ami a legnagyobb, ezzel kezdjük a koroidea, tehát ez van hátul. Ez a szervezetünk egyik leggazdagabban vaskularizált területe. Egyetlen egy hely van, ahol hasonlóan gazdag vaszkularizáció, hasonló mennyiségű kapillár is van, azok pedig a vesének a glomerulusai. Tehát ez a, a két leg, Sűrűbben kapillarizált terület. Vannak benne még melanociták, ezek nagyon fontosak, mert a, a szemnek egy nagyon gyakori daganata az a melanóma. Tehát nem csak a bőrből tud kiindulni melanóma, hanem minden olyan területen, ahol melanociták találhatók, és a szemnek a melanómája az például egy gyakori és nagyon-nagyon veszélyes dolog. Ugye a melanóma malignumról azt kell ö, tudni, hogy nagyon hamarad metasztázis. Na hát ez itten egy... Hát, ö, a melanoma számára szerencsés, a páciensek számára egy nagyon szerencsétlen ö, konstelláció, hogy itt ugye melanociták vannak, egy nagyon gazdagon vaskularizált szövetben, tehát egy okuláris melanoma az nagyon hamar fog metasztázist adni, tehát kvázi az egy szinte halálos dolog, tehát mire észreveszik, addigra teleszórta a szervezetet metasztázissal. Jó, tehát ennek ez a gyakorlati jelentősége. És még egy nagyon fontos dolog van, hogy nagy mennyiségű elasztikus rostot tartalmaz, erre mindjárt visszatérünk, hogy pontosan hol és ennek mi a, a, a lényege. Itt láthatóak még azok az erek, amelyek a, a koroideának ezt a nagyon gazdag hálózatát fogják adni, tehát az előbbiekben nem említett a szklérát átfúró erek vannak, először is vannak artérié ciliáris anterior rész, és vannak artéri ciliárész posterior rész, melyek között vannak brevis, brevészek, tehát rövidek, amelyek a hátsó részen, és vannak longi, vagy longa, artéri ciliárész posterior longus, ezek pedig a ciliáris anteriorral anasztomizálva az előső résznek a, a ér hálózatát fogják adni. Szintén említettem már, hogy kétféle véna van, vannak az úgynevezett episzklerális vénák, ezekre később még majd visszatérünk, mert lesz jelentőségük, és az ekvátor mögött kilépő vénák pedig a véni vortikózé nevet viselik. Szövettani rétegei a koroideának. Először is a szklérával kapcsolatot létesítő részét azt lamina supra koroideának hívják, ez tehát a koroideának a része. Régen azt hitték, hogy a szklérának a része, mert azzal tapad szorosabban, és ezért a régi neve az volt, hogy lamina fusca szkléré. a mai nomenklatúra szerinti hivatalos neve az, hogy lamina suprakoroidea. Ez egy vékony réteg. Utána jön a nagyobb ereket tartalmazó lamina vaszkulóza, Utána jön a lamin korokapilláris, tehát itt a kapillarizáció miatt egy nagyon gazdag érhálózat van. Ennek a korokapilláris rétegnek az a legfontosabb funkciója, hogy az alatta, tehát a szem belseje felé elhelyezkedő fotoreceptorokat ellássa tápanyaggal. Nem közvetlenül történik, és nem pontosan diffúzióval történik itt a, a tápanyagoknak a transportja, hanem a, hanem a retinának a legkülső rétege a pigment epitél, amit ugye első fél évben láttunk. Itt lehet látni a pigment szemcséket a sejtmagtól befelé ami ugye a sejtnél az apikális felszínnek felel meg, tehát ez itten a, a pigmenthám réteg. A pigmenthám rétegen keresztül történik a tápanyagoknak a, a, felvétele a retina, illetve transportja a retina felé. És a pigmenthám és a lamina korokapilláris között található az utolsó rétege a koroideának. Ezt bruchmembránnak hívjuk, ami tulajdonképpen egy fúzionált lamina bazálisa a kapillárisoknak, és a pigment epitéliumnak. Tehát ez megint egy vastagabb ö, rész. És a két membrán, tehát az, a, ahol, ahol egyesültek, ott közötte, ami az elektromikroszkópos szerkezetében a fibroretikuláris rétegnek felel meg, ott nem retikuláris, vagy nem csak retikuláris rostok vannak, hanem itt különösen sok elasztikus rost van. Erre visszatérünk még, tehát az elasztikus rostok itt nagyon ö, ö, fontosak lesznek majd tehát ez a tunika vasculosa első részének koroidának a szövettani réteg szerkezete. A másik része, a második része a tunika vaszkulózának az a korpus ciliare. Corpus ciliare ciliárénál annál két fő rész van. Először is a hátrébb revő, laposabb részt, azt orbiculus ciliarisnak hívjuk. Klinikai terminológiában ezt úgy hívják, hogy pars plana, azaz lapos rész az előrébb elhelyezkedő részt, azt koronaciliárisnak hívja a latin nevezéktan, ezt pedig pár splikátának fogja hívni a klinikai terminológia. Ennek a nyulványai a processus ciliárisok, vagy processi ciliáris. A nyúlványoknak a feladata a a víznek a termelése és az egész korona még feladata ezen kívül az, hogy a zonuláris, tehát a zonula ciliáris a lencse függesztő készülék ered róla és aztán tehát összekötetést teremt a lencse tokjával. Szintén a korona található egy sima izom a musculus ciliáris. Erről majd még külön is beszélünk. Alapvetően hasonlóan a koroideához egy viszonylag gazdagon vaskularizált, de sokkal kevesebb benne a, 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 az érmennyiség a kötőszöveti mennyiséghez képest. Tehát egy lazorostos kötőszövet van benne, sima izom van benne, szintén vannak benne melanociták, de megint csak egy kicsit kevesebb arányait tekintve, mint a koroideában. És a felszínén, tehát a szem belseje felő, felé tekintő felszínén, ott van egy dupla rétegű pigment, hám, tehát ez ugye a pársz retinének a, a, felel meg, illetve pársz retinének hívjuk konkrétan, és ez egy kétrétegű hám, amelynek a külső, tehát a korpuszilíárihaz közelebb a szem közepétől kiebb elhelyezkedő rétege az teljesen pigmentált, a belső réteget a ciliáréhoz képest távolabbi és a szem belsőjéhez képest közelebbi, tehát így értve a belső rétege, az pedig nem pigmentált. Egy nagyon fontos vonal van itt, még ezt óra szerrátának hívják, tehát egy ilyen fogazott vonal, ez fogja alkotni a határt, egyrészt a retina szőkája és a pársz optikája között, másrészt pedig a orbiculus ciliaris és a koroidea közötti határt fogja jelölni. Itt ezen a képen ugye a szemet elfeleztük, és a hátsó felszín felül nézünk rá az előső felszínnek a belsejére. Tehát itt található az óraszerráta, ez a rész itt, ahol nem látunk nyúlványokat, csak ilyen hosszanti vonalakat, redőket, azokat hívjuk plice ciliárésznak, de ez lényegtelen, tehát ez, a, ez, az orbikulus, majd itt a processus ciliáriszokat tartalmazó korona ciliáris, lencse függesztő rostok itt körbe, lencse és előtte az írisznek a hátsó felszíne és a nyílása a pupilla látszik megyünk tovább, korpusz ciliáré még egyszer, tehát egy ilyen háromdimenziós szerű rajzán, tehát óraszerrát, a orbikulus ciliáris, koronaciliáris a processusokkal, és itt láthatóak a függesztőrostoknak, a fibrézonulárisoknak az eredése, és a lencse tokján való tapadása. Szövettani szerkezete, alapvetően tehát, kötőszövet, benne a sima izommal, ami a musculus ciliaris, és itt található a hámja, és jól látható az, hogy a hámnak a külső, tehát a processzuszokhoz és az egész korpuszhoz közelebb eső része a pigmentált, a belső része az nem pigmentált. Musculus ciliarisról kell egy kicsit részletesebben beszélnünk, tehát ez egy sima izom. Három irányba futnak, itt rost lefutást írtam, de ezek értelemszerűen nem rostok, hanem ahogy, ahogy összeállnak rétegekbe a simaizom sejtek. Tehát három irányú lefutásban vannak a simaizom csoportok. Vannak az úgynevezett meridionális rostok. A meridionális rostok azok követik a szklérának a lefutását, tehát a, a, a meridiánnak megfelelően futnak, tehát ezeknek a, a szagitális irányú vagy, vagy, vagy horizontális irányú vonalaknak ö, fognak ö, megfelelni azokban a kitüntetett síkokban. Jó, tehát meridionális rostok. Ez nagyon fontos, hogy itt elől az úgynevezett szkléra sarkantyúban, amit tórusz szklérének hívnak latinul, innen erednek, és hátrafelé átmennek a koroideában, és ott, különösen a bruchmembrán elasztikus rostjaiban. Ez fogja kihúzni gyakorlatilag a, a ellazult állapotban kinyújtani a musculus ciliáriszt. És ebből érthető az meg, hogy amikor el van lazulva az izom, akkor az miért feszíti meg a lencsefüggesztő rostokat, és miért feszíti meg a, a lencsét. Mert ezek az elasztikus rostok itt akkor kifelé húzzák az egész korpusz ciliárét. Aztán vannak a radiális rostok, radiális, amelyek itt ilyen irányba vannak. Ugye rádiuszból ered ez a szó, tehát sugárirányú rostok, tehát ezek a szemgolyónak a geometriai középpontja felé futó rostokat jelenti. Aztán van a müllerizom, a cirkuláris rostok, fibrércirkulárész. Ezek a legfontosabbak az úgynevezett akkomodációban, tehát amikor ez összehúzódik akkor ugye a szem belseje felé fog menni a korpusz és ez ellazítja a lencsefüggesztő rostokat. Tehát még egyszer, meridionális, radier és cirkuláris rostok. Korpusz a jelentősége, tehát egyrészt a processus szok termelik a csarnokvizet, a lencse felfüggesztésére és a lencse ö, ö, alakjának a változtatására, a meghatározására szolgált, tehát a musculus ciliaris és a függesztőrostok. Tehát amikor az izom ellazult állapotban van, a rostok megfeszülnek, a lencse lapos távolba fókuszál, tehát így, így néz ki körülbelül. Amikor az izom összehúzódik, tehát akkor befelé megy, ellazulnak a lencse függesztő és a lencse domborodik, ez a közelre fókusz vagy akkomodáció. Tehát itt látható. Tehát ellazult izom, Elasztikus rostok kihúzzák, rostok, megfeszülnek, lencse lapos, összehúzódik az izom közép megy, lencse domborodik, és lazák a ö, lencse függesztő rostok. Az orbiculus ciliarisnak nem fiziológiás, hanem klinikai jelentősége van. Itt föl lehet vágni a szemet, be lehet jutni a szemnek a belsejébe, illetve ezen keresztül lehet injekciót adni a szem belsejébe, ezt intravitreális injekciónak hívjuk. Fertőzéseknél antibiotikum vagy ilyesmi elő szokott fordulni az ilyesmi. Miért pont Azért, mert ott nincsen semmi olyan struktúra, aminek a műtéti beavatkozása a sérülését okozhatná. ирис Irisnek az előső felszíne, ugye az előső hátsó felszíne a hátsó szemcsarnok felé tekint. Alapvetően egy lazarostos kötőszövet melanocitákkal és izomokkal. A melanocitáknak a mennyisége fogja meghatározni a szemszint. Minél több melanocita van benne, annál több pigment, annál sötétebb a szem. Kék, kék szeműeknél alig van benne melanocita, és ilyenkor a hátsó felszínt borító dupla rétegű pigment, háma stratum pigmenti iridis, amit tulajdonképpen a retina a párs iridikája, mindkét rétege pigmentált, tehát dupla rétegű ö, pigment hám. Ennek az áttűnése fogja adni a kék színt. Ami még nagyon fontos, hogy ebből a pigmenthámból az előső réteg pigmenthámnak vannak nyulványai, amelyek mioepitélt alkotnak. Ez a musculus dilatátor pupillé. Tehát ha ez összehúzódik, akkor az íris mérete csökken pupilla megnő a belső szélénél, amit Margó pupillárisnak hívnak, ott pedig egy valódi sima izom szövetből álló musculus sphincter pupillé van, tehát ha ez húzódik össze, akkor közép felé húzza az íriszt, megnő az írisznek a mérete, és szűkül a pupilla. Az előső felszínen ott nem folytonos hámfelszín van, egy-egy hámsziget előfordulhat, de alapvetően Kicsit sűrűbben elhelyezkedő fibrociták vannak. Ennek az a lényege, hogy amikor növekszik a, 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 vagy csökken az írisnek a mérete, akkor a vastagsága nem fog változni, mert víz tud ki beáramlani. Tehát a csarnokvíz felé és a csarnokvíz felől víz tud beáramolni. Tehát amikor tágul a pupilla, csökken az íris mérete, akkor sem fog megvastagodni jelentősen, mert kiáramlik belőle egy kis folyadék. A dupla rétegű pigmenthámot látjuk itt, tehát mindkét rétege pigmentált, és itt látható egy vékony rétegben a mioepiteliális nyúlványok által alkotott dilatátor pupillé. Fontos tudni, hogy ennek szimpatikus beidegzése van, a pupilla tágulatot midriázisnak hívjuk. Sphincter pupilla pedig valódi simaizon, paraszimpatikus beidegzése van, pupilla szűkületét az miózisnak hívjuk. Itt, itt Y-nal írtam, lehet írni Y-nal is, meg ível is elvileg mind a kettő helyes írásmód helyes. A margó pupilláris pedig látható, hogy a pigmenthámnak, a, tehát a dupla rétegű pigmenthámnak az egymásba való áthajlása fogja alkotni, és túllóg az írisznek a strómájának a, a, szélén, itt pedig mögötte a lencse látható. Az utolsó rész, az pedig a csarnokzug. Ez egy nagyon-nagyon fontos része a, a szemnek angulus irido hívjuk, az előső szemcsarnoknak itt a, a, a csarnok zuga. Itt az alábbi struktúrák találhatók. Először is van itt egy a szkléra felől benyúló, kicsi, tömött kollagérostos kötőszövetes rész, amit szkléra sarkantyúnak, tórus szklérének hívjuk, innen fog tehát eredni a musculus ciliaris, elsősorban a meridionális és rostok. Ez előtti rész, ami a Kornea szkléra átmenetet fogja alkotni, illetve itt található még az írisznek és a korpusz ciliárénak is az átmenete. Ezt a részt spongióza szklérének hívjuk. Spongióza tehát szivacsos. Itt trabekulák találhatók, és a trabekulák között üregek. Az üregeknek szintén endotél borítása van, a trabekulákat pedig kötőszöveti rostok, kollagén és elasztikus rostok fogják alkotni. Ezeket az űröket, ezeket fontána űröknek hívjuk, és ezek nyitottak az angulus irido cornealis felé, a másik végükön pedig itt egy sinus venosus scleré, tehát egy endotéllal borított sinus, tehát ennek nem valódi vénás falszerkezete van, hanem a tömött kollagén rostos kötőszövet van körbe, ennek van egy ürege, és annak van egy endotél borítása. Ezt úgy hívják, hogy slem csatorna. Vigyázat, slem, nem slime. Oké, okay? tehát slem csatorna. Sinus venosus kléré. Az angulus iridocornealisban a fontána űrökön keresztül a slem csatornába szívódik fel a ö, csarnokvíz. Ezt nézzük meg egy nem szövettani képen is, hanem egy ilyen szép rajzon. Tehát ahogy itt a kornea hátsó felszínén, illetve a Tórus-Szkléré felé itt átmennek ezek a arostok ilyen szivacsos állományba, Ezeknek a, a, rostoknak az összességét hívják úgy, hogy ligamentum pectinátum anguli iridokorneális, és ahogy ezeken áthaladunk, itt található a spongióza szkléré, és annak a trabekulái, valamint a közöttük található fontána űrök. Ami látszik itt a képen, de én nem részletezem ki, hogy ez tulajdonképpen három réteget képez ez a spongióza szkléré, tehát van itt egy íris általalkotott, tehát a ligamentum bektinátum által, által alkotott rész, akkor van egy korneaszkléra sklera által alkotott membrán, és akkor van itt még egy belső ö, membrán, ami egy ilyen, hát ilyen laminokribróza szerű, uh, lyukacsos, uh, kötőszövetes membrán. Nem kell ennyire részletesen, elég az, hogy spongióza, szkléré, csarnokzúkban ez van, fontána űrök vannak benne, meg trabekulák, és ezeken az réseken keresztül szívódik a slemcsatornába a csarnokvíz. Ennyi erről uh, elegendő alapvetően. Csak azért mondtam be itt az ábrán, hogy mik ezek a különböző színek. Jó, hogy érthető legyen, hogy mi van itt. Tehát a csarnokvíznek a termelését, tehát a processzi ciliárész végzik, bekerül ezeken a, 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 a kis réseken keresztül, itt a zonula ciliáriszon keresztül a hátsó szemcsarnokba, a, 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 a csarnokvíz, majd itt a kis résen keresztül, ami a lencse és az iris hátsó felszíne között marad, ott a pupillán keresztül majd előállre áramlik az előső szemcsarnokba, és az előső szemcsarnokban áramlik a széle felé, itt a csarnokzuk felé, ahol aztán a spongióza szklérén keresztül belép a slemcsatornába. És nagyon gyakori vizsgakérdés szokott lenni, hogy és innentől kezdve hova megy a slemcsatornán keresztül az episklerális vénákba, tehát azokba a kicsi vénákba kerül bele, ami a szklérát átfúrja itt a szkléra előső, részén. No, ennyi volt akkor a mai alkalom, remélem azért nagyjából követhető volt. Itt a tematika változás miatt egy kicsit, hát igen, tehát beleugrottunk a mély vízbe, ugye ez normálisan a szem az utolsó témakörök között lenne, és hát elég sok minden lesz még majd említve, ami majd csak később kerül elmagyarázásra, de remélhetőleg azért nem fog gondot okozni.